köszöntünk minden kedves egybegyűltet, szülőket, hozzátartozókat, barátokat, tanárainkat és az ünnepelteket, a három végzős osztály tanulóit a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 2017. évi ballagási ünnepségén. A ballagási ünnepségünket a 11. A osztály búcsúzó műsora nyitja meg. Ezt követően a búcsúbeszédekre kerül sor. A szakmai díjak és jutalmak átadása után a zászlóátadás zárja az ünnepséget. Most fogadják szeretettel a 11. A osztály diákjainak és iskolán kórusának búcsúzó dalait, gondolatait. Ez a pohár bujdósik, ilyen a barátság, kézről kézre adatik, ilyen a barátság. Éljen, éljen, éljen az, éljen, éljen, éljen az, éljen a barátság. Nos a pajtástől csinnom, éljen a barátság. Feljebb töltsed poharam, éljen a barátság. Éljen, éljen, éljen az, éljen, éljen, éljen az, éljen a barátság. Nos a pajtás fog meg hát, éljen a barátság. Éljen, éljen, éljen az igazi barátság. Éljen, éljen, éljen az, éljen, éljen, éljen az, éljen a barátság. Ünnepi alkalmunkra gyűltünk össze. Barátokat búcsúztatunk. De kiket is hívhatunk barátunknak, aki ismer. Ahhoz túl tág a megfogalmazás. Aki jól ismer. Ez túl szűkre szabja a létszámot. Barátnak érezhetjük, akivel összefutva jól lehet beszélgetni, vagy segít nekünk a bajban. Barátokat találhatunk a hobbink kapcsán, hiszen van közös témánk, ahogyan az iskolában is. A közös feladatok baráttá tehetnek minket, és tettek is az elmúlt években. Persze nem egyformán a barátunk mindenki. A barátságnak vannak bizonyos szintjei, a bizalmastól a puszta ismerettségit. E skála szintjeit mi magunk szabjuk meg, és az évek múlásával kerülhet feljebb vagy lejjebb egy barát ezen a skálán. Lesznek, akiktől el kell válnunk. De ahogyan most is, szállhatunk még egy percet a búcsúzásra, és néhány jó kívánságra. Thank you.
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 2017 rendkívüli ballagásának ünnepségén, amikor is az idő beszorított minket ebbe a jó iskolába. Az Alma Materbe a tisztelt ballagó diákok előbb visszatértek, mint terveztük, és természetesen együtt érzünk velük. Én a magam részéről rendkívül mértékben sajnálom, hogy nem tudtuk az eredeti menetrendet és tervet tartani. Nekik ez az egy ballagásuk van, nekem ez igazgatóként a tizedik, és valószínűleg lesz még egy pár, tehát én fogok tudni pótolni, Önök viszont nem, és ezt nagyon-nagyon sajnálom. Gondolkodunk esetleg azon, hogy hogyan tegyünk emlékezetessé mégis ezt a tanévet azzal, hogy legyen egy rendkívüli, valamilyen fajta érettségi bizonyítványosztó, ezért kárpótlásul. Hát eredetileg azzal kezdtem volna a ballagási szövegemet, kicsit a kollégáimra kacsintva, tisztelt tanár kollégáimra, hogy jelentem, a 12-esek mindannyian felkészültek az érettségire, és nagy izgalommal várják a megmérettetést. És hogy honnan tudom én ezt? Hát volt nekünk egy szerenádunk, ahol szokásos rend szerint fogadtam otthon a vendégeket és a tisztelt osztályokat, és a nagy sürgés forgás közepette kínáltam azt a kínálnivalót, amit a saját gyerekeimmel közösen készítettem. És ahogy ott sürögtünk, forogtunk, és zajlott a program, és énekeltek a tisztelt végzős diákok, ezekkel a szavakkal kínáltam, hogy hát tessék venni az ételt. Mire egy megdöbbent férfi hang a földről felszólt, hogy micsodát, tételt? És hát ezek szerint nem csak freudi elszólás létezik, hanem freudi elhallás is. Egy ilyen freudi elhallásnak voltunk, vagy voltam én fültanúja a szerenád alkalmával. Azt is nagy szeretettel szerettem volna önöknek elmondani, és el is mondom, hogy a 10. osztályban voltam a minap, és ott jutott az eszembe, hogy a ballagáson ezt a történetet el fogom önöknek mondani, hiszen erre a történetre szerettem volna én fölfűzni a mondani valómat. Nos, hát mivel történelem tanár vagyok, ezért engedjenek meg egy történelmi példát és történetet, méghozzá az ókori Görögországból. Szokratésztől szeretnék idézni egy példát. Szokratésztről azt tudták és azt mondták, hogy egy nagyon bölcs ember volt, ezért az aténiak nem úgy kerülték az ő jelenlétét, hanem inkább keresték. És egy ilyen alkalommal, ahogy az agórán sétált, loholt oda a barátja, és mondta neki, te Szokratész, figyelj, akarsz hallani egy jó történetet a barátodról? Mire azt mondta neki Szokratész, akarok hallani, de először is a három szűrőn keresztül engedjük keresztül a te történetedet. Az, amit mondani akarsz a barátomról, az igaz-e? Meggyőződtél róla, hogy úgy van, ahogy történt? Hát, mondja a barát, nem igazán, csak úgy hallottam. Jó, semmi probléma. Ezek szerint akarsz mondani valamit a barátomról, ami nem igaz. Nem baj, még van egy szűrő, ez pedig a jóság szűrője. Az, amit akarsz nekem mondani a barátomról, az jó-e? Hát, mondja, hát nem igazán jó. Semmi probléma, még mindig van egy harmadik szűrő. Tehát nem igaz és nem jó az, amit mondani akarsz. A harmadik szűrő a hasznosság. Amit akarsz mondani a barátomról, az hasznos-e? Hát, az igazat megvalva nem nagyon hasznos. Hát akkor foglaljuk össze a lényeget, mondta Szokratész. Akarsz valamit mondani a barátomról, ami se nem igaz, se nem jó, se nem hasznos, akkor minek mondanád el egyáltalán? És az a történet azért nagyon fontos nekem, mert hát olyan korban élünk, amikor nem szoktunk azon gondolkodni, hogy az, amit mondunk, az jó, hasznos és egyáltalán igaz-e. És én azt találtam ki a mai ballagásra, hogy összeszedem önökről azt három történetben, hogy mi az, ami önökkel kapcsolatban igaz, önökkel kapcsolatban jó, és nem csak, hogy jó és igaz, hanem még hasznos is. Na most honnan szedtem én ezt össze? Hát emlékeznek talán rá, hogy a szalagavatón önöktől idéztem, és a szalagavatón az önök gondolatait csemegéztem. Most a ballagáson úgy döntöttem, hogy az igazgatói dicséretekből és figyelmeztetésekből fogok csemegézni, és három olyan beírást, napló és ellenőrző beírást hoztam, amiből kiderül, hogy önök miért jók, miért igazak, és miért lesznek hasznosak, nem csak önmaguknak, hanem számunkra is. Az első bejegyzés így szól. A jó ajándék önmagunk egy darabja. Ezzel a Pilinszky idézettel kezdtem az igazgatói beírást idén, valamikor a tél folyamán. Kedves Dorina, az önzetlenségünk a legszebb ajándék, amit másoknak adhatunk. Különösen így van ez a karácsonyi ünnepek alatt, amikor mindannyian jó ajándékra vágyunk és várunk.
Köszönöm, hogy a szünidőben az osztálytársa segítségre sietett a bajban, és ezért igazgatói dicséretben részesítem. Ugye nem csak Dorina, hanem a 12. E-osztályból Judit és Mónika, valamint a 12. A-osztályból még Mercedes és Kristóf is kaptak ilyen igazgatói dicséretet. Köszönhetően annak, hogy az osztályfőnökük Ildikó és Ilike egy tűzeset után mentek segíteni a bajban az osztálytársaknak. Hogy miért hoztam ide ezt a történetet? Azért, mert ebből az derül ki, hogy önök valóban jók, és tudnak jó ajándékot adni önmaguk egy darabját. Most, hogyha nem áztam volna el, és nem így alakult volna a ballagás, akkor lett volna rajtam egy póló, amit önöktől kaptam. De itt mindannyian megtapasztaltuk tanárként, hogy milyen szívük van, és micsoda együttérzés van önökben 12. A-osztályosokban, 12. B-osztályosokban és 12. E-osztályosokban. Láttuk, hogy hogyan tudnak jó ajándékot adni, és hogyan tudnak nekünk és a szeretteiknek alapvetően örömet szerezni. Egy másik bejegyzés a következő. Február 21-én került be a naplóba. A labdarúgás a legnélkülözhetetlenebb a nélkülözhető dolgok közül. Kedves Dani, a német labdarúgó válogatott legendás játékosa és szövetségi kapitánya csak azért mondta ezt, mert nem volt tisztában a kézilabda nagyszerűségével. Nem úgy, mint önök, akik az országos diákolimpia döntőjében heroikus küzdelemben az ország 8 legjobb csapata között végeztek. Gratulálok az eredményükért, és igazgatói dicséretet adok önöknek. Ugye ennek a csapatnak volt tagja még Somodi Kristóf is, és tagja volt Szabó Tamás is. Azért tapsoljuk meg őket, hiszen ezzel az eredménnyel mégiscsak ott voltunk az első 8-ban, a NECA, a Fradi, és még nagyon sok-sok NB1-es csapat mögött. Mit jelent ez az üzenet önök számára, és mit jelent nekem? Azt, hogy tudnak és akarnak is küzdeni. Szoktam mindig idézni Winston Churchillnek azt a mondatát, hogy aki nem akar akkor, amikor tud, az nem tud akkor, amikor akar. Hát önök tudnak is, és akarnak is, és ez pedig arra jogosít fel mindannyiukat, hogy egy nagyon szép érettségi elé nézünk, és hát reményeink szerint azon az egyetemen és főiskolán fognak majd tovább tanulni, hogy szeretnének. És végül engedjék meg, hogy egy hasznos idézetet is hozzak, ami közös életünkből, hiszen igyekeztem hasznosat is beírni azoknak, akik rászorulnak a jó tanácsomra. Következő év kezdődik ez a beírás. Tisztelt Uram! Ezt írtam szeptember 20-án a naplóba. Tisztelt Uram! Felhívom a figyelmet, hogy nem azt mondtam, hogy kedves, mondjuk Szebi, hanem azt írtam, hogy tisztelt Uram! Azt mondják, hogy az életkorral változik az időérzékelésünk. Míg 8 és 9 éves kor közötti idő örökké valóságnak tűnik, 18 és 19 év között egy év egy pillanat alatt elmúlik. Vélhetően ezért távozott ön is idő előtt a testnevelés óráról. Hogy ne kerüljön máskor időzavarba, igazgatói figyelmeztetést adok önnek. Hát igen, hallgattam önöket a szerenádon, és úgy éreztem, hogy kicsit elérte önöket az időzavar. Nagyon sokan megfogalmaztátok azt, hogy milyen gyorsan eltelt ez az egy év. Hogy mennyire sok-sok minden történt veletek, és elrepült szeptember óta veletek az idő. És hát erre szeretnélek benneteket figyelmeztetni, bár magatoktól is tudjátok, hogy az időnek valamiképpen uraivá kell válnunk, és úgy tudunk az időnek uraivá válni, hogyha megpróbáljuk az eseményeket irányítani. Én azt kívánom nektek, és azt javaslom nektek, és azt kérem tőletek, hogy úgy tudjuk ezt legszebben megtenni, hogyha nem sajnáljátok az időt a barátaitokra, hogyha nem sajnáljátok az időt egymásra, ha nem sajnáljátok az időt a szeretteitekre, hanem velük töltitek, megosztjátok, és nem csak, hogy töltitek és megosztjátok, hanem ezt el is mondjátok nekik, hogy milyen jó velük lenni. Ahogy egymásnak is elmondjátok ezt, elmondtátok a szerenád alkalmával, és valószínűleg még nagyon sokszor el fogjátok mondani. Nagy tisztelettel és szeretettel gondolok rátok. Azt szeretném, hogyha valamilyen szinten mégiscsak a szívetek megmelegedne ebben az iskolában, még akkor is, hogyha kint esik az eső. Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon szép érettségit kívánok. Tisztelt igazgató úr, tanáraink, szülők, családtagok, barátok és kedves diáktársaim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Igazi megtiszteltetés számomra, hogy én beszélhetek egy végzős évfolyam nevében. Próbálok ennek nagyságához mérten eleget tenni a feladatnak.
Elég komoly kihívás egy ilyen beszéd összeállítása, de szerencsére nem maradtam vele egyedül. Osztályfőnökünk kérésére mindenki írt pár sort arról, mit is jelentettek számára az itt eltöltött közös évek. Ahogy ezeket olvasgattam, rájöttem, hogy mindenkinek mást, de egy kicsit mégis mindenkinek ugyanazt. Ezért merek általánosítani és feltételezni azt, hogy a többi évfolyamtársam sincs ezzel másképpen. Nagyon sokat kaptunk itt a gimiben, és most nem csak az egyes tantárgyakbeli tudásról beszélek. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, amiről itt sokat tanulhattunk, az az értékelés. Mostanság például nagyon tudjuk értékelni az időt, mert szinte folyamatosan versenyt futottunk, illetve versenyt futunk vele. De azt hiszem, a kemény munka fogalma is sokunkban átértékelődött. És ami talán a legjobb, megtanultuk értékelni bizonyos emberek jelenlétét az életünkben. Azt hiszem, sokan elmondhatjuk magunkról, hogy itt olyan barátokat szereztünk, akikre családtagként nézhetünk. Tudom, hogy mindig számíthatok a barátaimra. Kiállnak értem, ha arra van szükségem, és támogatjuk egymást. Ez csupán a saját példám, de biztos vagyok benne, hogy ez a 4, 5 vagy 8 év mindenki számára maradandó dolgokat rejt, amiket ha akarnánk, sem tudnánk elfelejteni. Rengeteg közös élménnyel és emlékkel gazdagodtunk. Ilyen volt például a szalagavató, ami után annyi pozitív visszajelzést kaptunk. Ott lehetőségünk volt megmutatni, kik is vagyunk mi valójában, és mit tudunk együtt létrehozni. Ezt a sok szép, közösen megélt pillanatot felsorolhatom, de csak mi tudjuk, mit is jelent igazán. Ha valaminek a végéhez érkezünk, eszünkbe jut, milyen volt az eleje. Amikor idejöttünk, minden idegen volt. Az épület, a tanárok, a szokások, és mi egymás számára is idegenek voltunk. És most felnőttként állunk a ballagásunkon. Sajnáljuk, hogy itt kell hagynunk a jól megszokott, kényelmes közeget, amelyben nevelkedtünk, az összeszokott csapatot, amelynek része vagyunk, valami teljesen új és ismeretlen dologért. De itt vagyunk. Sorozatos erőpróbák várnak ránk az elkövetkezendő időszakban. Ezekkel a kihívásokkal lezárunk egy korszakot az életünkben. És félelmetes, hogy ez a pillanat is az utolsók közt van, amit így együtt egy közösségként töltünk. Fájó, hogy mindez nincs többé, de tovább kell lépnünk, mert az élet erről is szól. Az itt eltöltött évekkel mindenki több lett. Ezt köszönhetjük ennek a barátságos légkörnek, kitartó, türelmes tanárainknak, szüleinknek, akik mindig mellettünk állnak, és nem utolsó sorban egymásnak. Búcsúzó Goethe szavait szeretném idézni. A búcsúzónak minden emlék drága. Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics, hogy emlékezzék a távolban is a helyre, melyre visszavonja vágya. Tanul lesz az érzéseiről halálig, és egy semmi így a legdrágább kincsé válik. Köszönöm a figyelmet! Most pedig iskolánk legrangosabb elismerése, a Táncsics díj átadása következik. A díjat átadja Kis István, iskolánk történelem tanára, a Táncsics Alapítvány tiszteletbeli elnöke. Tisztelettel köszöntök minden ünneplőt és ünnepeltet. Meg szeretném jegyezni, hogy pont 30 évvel ezelőtt adtuk át először ezt a rangos díjat. Azóta általában itt voltam, de ilyen egyedi körülményekre nem emlékszem. Ez a díj életműdíjnak nevezhető, tehát az illető ahány évig ide járt, és megfelelt különféle komplex feltételeknek, főleg tanulmányi, sport és közösségi munkában egyaránt jeleskedett, akkor érdemelhette ki ezt a rangos díjat. A rangról mindig a Táncsics kuratórium dönt, és nekem az a feladatom, hogy én ismertessem a kuratórium döntését. Az első díjazottunk 5-től 12. évfolyamig az évvégi bizonyítványa mindig kitűnő volt. A 8 év során szinte minden tantárgyból kapott dicséretet. Állandó résztvevője a megyei és országos tanulmányi versenyek döntőinek, így 2 tanévben is képviselte az iskolánkat matematikából az OKTV megyei fordulójában. A Varga Tamás matematikai verseny és a Küri matematika emlékverseny országos helyezettje. Többszörös megyei döntős az Arany Dániel és az Rinyi Ilona matematika versenyen. Sikeresen szerepelt a Küri kémi emlékverseny országos döntőjében. Német nyelvből a Spiel und Gavin német nyelvi verseny országos döntőjének helyezettje,
Két középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik, német nyelvből és angol nyelvből. Szelítsége, alázatos és szorgalmas munkája méltán teszi őt iskolatársai előtt példaképpé. Mindezekért a Táncsics Alapítvány kuratóriuma a Táncsics díjat és az ezzel járó 100 000 forint értékű tárgyi jutalmat, egy GoPro kamerát 2017-ben Lauter Kinga 12. áosztályos tanulnak adományozta. Jöjjön! A második díjazottunk a 4 év során végig jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetett. Számtalan tantárgyi dicséretben részesült az évek során, így most is a matematikából, történelemből, német és angol nyelvből. Szinte megszámlálhatatlan megyei, országos és nemzetközi versenyeredményei a sportvilágában születtek. Az Európa-bajnokság 4. és 2. helyezettje, többszörös országos bajnok, a Diákolimpikon a Fit Kid sportágban, angol nyelvből szerzett középfokú C-típusú nyelvvizsgát, szerénysége, erkölcsi tartása, a tanuláshoz, az iskolai közösséghez való viszonya példamutató. Mindezekért a Táncsics Alapítvány kuratóriuma a Táncsics díjat és az ezzel járó 100 000 forint értékű tárgyi jutalmat, egy sportszer vásárlási utalvány 2017-ben Pelikán Petra 12. B-osztályos tanulnak adományozta. Jöjjön! A harmadik és egyben utolsó díjazottunk, az 5 év alatt mindig kitűnő tanulmány eredményt ért el. Az osztályban a legtöbb tantárgyi dicséretet kapta, az idei esztendőben éppen 5 tantárgyból, de 2010-ben 10 tantárgyból is. Megyei és országos tanulmányi versenyeken elért eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét. Kémiából a Küli Kémia Emlékverseny és az Oláh György Országos Középiskolai Kémia Verseny országos döntőse. Biológiából az OKTV országos döntőjének helyezettje. Angol nyelvből a Play and Win országos angol csapatverseny egyik győztese, és a Tini Agy angol tanulmányi verseny országos döntőse. Angol nyelvben középfokú C-típusú nyelvvizsgát szerzett. Személyisége, erkölcsi tartása, a tanuláshoz, az iskolai közösséghez, társaihoz és tanárhoz való viszonya példamutató. Az osztályközösség megbecsült tagja, szívesen kiveszi a részét a szervező munkából. Mindezekért a Táncsics Alapítvány kuratóriuma, a Táncsics díjat és az ezzel járó 100 000 forint értékű tárgyi jutalmat, egy HP laptopot 2017-ben Lukács Cintia Kíra a 12. áosztályos tanulnak adományozta. Jöjjön!